Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Bizonyára emlékeznek rá, hogy Fehéredő múlt címmel Burján Zsigmond operatőr-rendező munkatársunk egy olyan várostörténeti trilógián dolgozott, amelynek részei nagyon sokat adtak nekünk Székesfehérvár történetéből. Most várhatóan a Fehéredő múlt várostörténeti trilógia nem fejeződik be, hiszen a negyedik rész is készülőben van, címe Az utolsó szó jogán. Vendégem pedig természetesen Burján Zsigmond. Szervusz, Zsiga. Szervusz, Lajos, és köszöntöm én is a kedves nézőket. No, hát akkor ugye arról beszéltünk, hogy a harmadik befejező epizód vetítésekor, hogy nagyon sokat kaptunk ezektől a filmektől. Most azonban úgy döntöttél, és február 16-án lesz várhatóan a bemutató, hogy Az utolsó szó jogán ezt még folytatjuk, hiszen számos újabb adalék került napvilágra, amelyet közkincsé teszel ebben a filmben. De hogy tudjuk, hogy miről is van szó, azért kell, hogy szó essék az első filmekről. Ugye az első a Keresztül a félholdig volt, és tulajdonképpen Siklósi Gyula több mint három évtizedes munkájának állít emléket, hiszen az eredményeket, irodalmi adatokat, régi térképek ábráit, azt mind a Zsiga, illetve, bocsánat, tehát azt mind Siklósi Gyula régész professzornak köszönhetjük, aki egyébként, ugye, mint tudjuk, 2011-ben a köztársaság elnöki díszoklevelet kapott, mégpedig azért, hogy közkincsé tette történeti emlékeinket, Székesfehérvár emlékeit. Kezdjük talán a Keresztül a félholdig, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos rész volt, 2012-ben mutattátok be. Honnan jött a gondolat, hogy ezzel foglalkozni kell? Hát ez úgy indult, hogy ugye nincsenek véletlenek, mert a Gyulával nagyon-nagyon jó barátságba kerültem, és akkor nekem az volt az elképzelésem, hogy meg kell ismertetni a várost azzal az emberrel, aki, hát ha a munkásságát nézzük, akkor több mint 30 év, 32 éven keresztül kutatta ezt a várost. Volt ő máshol is kutatni, Bécs kora középkorát is ásta, ott is akarták fogni. De neki azt mondta, hogy neki a magyar középkor és a magyar középkornak a kezdete az fontosabb, mint a Bécsvárosnak a történelme, és aztán így került ő aztán Fehérvárra. Bár ő nem volt a múzeumnak a tagja, hanem állománytáblában, a Tudományos Akadémia Régészeti Intézeténél dolgozott. És akkor azt gondoltam, hogy akkor készítünk róla egy portréfilmet, és úgy is indult egyébként ez a Fehéredő múlt első része, hogy az a Siklósi Gyulának az életét mutatja be. Ez egy darabig így is ment, de aztán azt mondta Gyula, hogy ez így nem jó, hogyha csak ő lesz a központba helyezve, hiszen van őnála fontosabb, már pedig az maga a Székesfehérvár, és Székesfehérvárnak a történelme. Mert Gyula mindig azt mondta, és amit ő mondott, azért az nem a levegőből kapott dolgok voltak soha, mert ő nagyon sokat kutatott. Ő azért körbejárta a különböző levéltárakat, a svájci, a bécsi levéltárat is, és onnan a saját pénzén sokszor fénymásolatokat kért bizonyos koroknak a metszeteiről. Tehát ő az alapján állította, hogy Székesfehérvár volt az egyik legfontosabb város a magyarságnak a történelmében, hiszen ez volt a koronázó város. Itt találkoztak azok az utak, a Porcelán út, a Só út, a Hadi út, a Borostyán út, és hát a királyoknak a temetkezése is egy nagy része itt történik, de sokkal fontosabb volt, hogy a koronázások azok itt történtek. Ugye nagyon fontos, amit mondasz, és amikor Keresztül a félholdig, akkor már is ugye behatárolhatjuk, hogy az első film az hogy is történt, tehát a keresztény korszak első időszaka és a 17. század értelemszerűen. Hát... Tehát ez tematikus. Tematikus, de miután annak a filmnek egy nagy része Gyulának az élettörténetét és a gondolatait, a származásáról, ahogy beszélt, azt tette ki, ezért aztán
létre kellett hozni a második filmet, ami aztán a török hódoltság. Igen, tehát az ott már ott vagyunk, az Uram maradj velemnél. Így van, tehát amikor... Ez pedig a török uralomtól 1848-49-ig. Igen. Itt azért már megszólalnak Siklósi Gyulán kívül is, ugye ebben a filmben Kovács Eleonóra is a városi levéltár. Dr. Erdős Ferenc. Igen, tehát többen. Hogy nyerted meg azokat az embereket, akiket megszólítottál? Mi volt az alapgondolata a filmnek, hogy ugye a szabadságharcig mutatott be Székesfehérvár történetét? Nem volt nehéz őket megszólítani, hiszen elég volt azt mondanom, hogy ennek az egész vonulatnak a szellemi atyát Siklósi Gyulának hívják. És abban a pillanatban teljesen egyértelmű volt, hogy ők nagyon nagy kedvel és nagyon nagy szeretettel álltak a kamera elé. Mert szóval ennyit jelentett a Gyulának, azt gondolom a neve és a... Hát ő magában a személyisége nagyon is jól tudjuk, hiszen barátunk volt. Fontos, hogy népszerű lett ez a sorozat, tehát nyilvánvaló, hogy már adta magát, hogy kell ebből egy harmadik részt is csinálni. Ez volt az áttörés, illetve az áttörő fény a kiegyezéstől. Hát nap a rendszerváltásig. A rendszerváltásig. Ez viszont már egy megint fogaskérdés, tudom, de hogy lehet egy ilyen történelmi időszakot úgy ábrázolni, hogy az hiteles maradjon, ne maradjon ki lehetőség szerint belőle semmi. Tehát itt gondolok itt elsősorban, hogy készült a forgatókönyv, hogy készültek a forgatókönyvek. Hát nagyon sok beszélgetéssel, nagyon sok utánajárás kellett hozzá, és aztán nagyon sokat utána olvastam én magam is, és ugyanaz volt a szisztéma, mint a későbbi játékfilmben is, hogy egy bizonyos idő után azt mondtam, hogy nem lehet több adatot belepasszírozni. Tehát el kell képzelni valamilyen szellemi vonalat, mert hogyha túl sok adatot rakunk be, egyébként a harmadik film így is nagyon, nagyon nagy történelmi korszakot ível át, és megpróbáltam ezt úgy összeállítani az alkotókkal együtt, hogy a fő évet megmutatni. Igen, tehát az alapvetéseket. Igen, tehát hogy az első világháború előtti részt, akkor a nagy háborúban egy ezredet emeltem ki, ugye a 17-eseket, akkor a két világháború közötti részt, ugye a 1938-at, akkor a második világháborúban ugye nem lehetett kihagyni ugye a holokausztot, mert ez sajnos kihagyhatatlan. Sajnosnak azért mondom, mert ugye, hogy megtörtént. Akkor nem lehetett kihagyni a városnak a bombázását, hogy rommár lövék, akkor ugye az 50-es évek, 1956, és utána aztán az ipartelepítések, az erőszakos ipartelepítés, amikor megváltozik már a városnak az arculata, és talán azt gondolom, hogy a lelkülete is, hiszen egy kis mezővárosból robbanásszerűen egy nagy ipari várost hoznak létre, és akkor utána még a rendszerváltásnak az eleje, amíg eljutunk. Én nagyon sok emberrel beszéltem, és a harmadik résznél után mondták azt, hogy hát most gondolnak bele abba, hogy Úristen, hogy mit élt keresztül ez a város. Tehát ha belegondolunk, elképesztő. Kevesen tudják, hogy egy ilyen filmsorozat elkészítéséhez az operatőrnek nagyon fontos szerepe van, de a legfontosabb a rendező, és aki megírja. Hiszen ehhez felkészülés szükséges. Mennyi időt vesz igénybe? Tehát amikor eldöntötted magadba, gondoltad volna-e, hogy ilyen kemény munka felkészülni, és egy tematikus sorozatot végigcsinálni? Hitelesen teszem hozzá, hiszen egy ilyen film, ez bizalmi kérdés mindenképpen. Nem gondoltam, és... Ebből voltak olyan problémák, hogy hát mindig csúsztam a határidővel. Egyébként most is ennél is csúszok a határidővel, de ennek más okai is vannak. Ennek a negyedik résznél, ennek a határidővel is csúsztam, de ennek azért ez nem csak rajtam múlott. De az biztos, hogy az ember egyszer csak szóval sokszor volt olyan, amikor úgy éreztem, hogy ott van egy irdatlan mennyiségű anyag, hogy ebből képtelen leszek bármit összehozni. És valahogy ez úgy van ez a folyamat, hogy,
hogy egyszer csak úgy tényleg úgy, ugye elkezdek úgy nagyjából helyére kerülni a dolgok. Mint hogyha az ember valakitől, vagy valahonnan kapna valami segítséget, és elkezd kitisztulni. Ugye a gondolkodó ember sajátja, tudjuk azt, hogy a lényeges a lényegtelentől a viszonylag gyorsan, ha benne él nyilván, akkor meg tudja különböztetni. Voltak-e kétségeid? Néha-néha. Ha a három filmet nézzük most. Hát folyamatosan voltak kétségeim. Szinte csak kétségeim voltak. Tehát, és azokkal is meg kellett az embernek küzdenie, mert vagy ezeket a kétségeket valahogy el kellett magától löknie, el kellett engednie. Azt is megmondom őszintén, hogy az elsőnél volt olyan érzésem, hogy ültem, és azt mondtam, hogy hát miért kellett nekem ennek neki menni? Hogy lehettem ilyen őrült, hogy egy ilyennek vállalkozok? De mi az, ami megerősített? Hiszen azért az első után a siker az bizonyosan, hiszen ez egy kultfilm, azért mondom így, hogy kultfilm ezzel a modern szóval, mert azért sokkal több, mint kultfilm, maradjunk ebben, de nyilvánvaló, hogy a visszajelzések, a pozitív visszajelzések azért csak-csak megerősítenek. Igen, így utólag már az ember nagyon, és megmondom, büszke vagyok rá, hogy ezt elkészíthettem, de amikor voltak ezek a hullámvölgyek, azt kérdezted, hogy mi az, ami megerősített, én azt mondom, hogy ki az, aki megerősített ebben, és aki ebben megerősítette, az Siklósi Gyula. Igen, hát ő különleges személyiség volt. Fájdalmas a hiánya ma is. Ugye 2012-ben kezdted, aztán villámgyorsan jött 2013-ban a következő, és utána várnunk kellett a harmadik részre. Most pedig megint azt hiszem, hogy egy átgondolt történés. Nyilván ehhez kellett a tragédia is, tehát Siklósi Gyula nincs már köztünk. Igen, azt el kell mondanom, hogy viszont ezt a filmet a Gyulával közösen terveztük, ezt a negyediket, ugyanis a Gyulának nagyon komoly oka volt arra, hogy belevágjunk egy ilyen filmbe, mert hát bizonyos dolgok történtek a városban, amik ugye a városnak a történelméhez kapcsolódnak, ahol nagyon komoly kételyeket merültetett föl valaki, amely sértette a Gyulát, én azt gondolom, hogy ember és szakmai önérzetében. Így van, ember és szakmai önérzetében, és azt mondta, hogy neki már nem lesz arra ideje, meg energiája se, hogy erre egy komoly, úgymond komolyabb, nagy terjedelmű könyvbe válaszoljon, de próbáljunk meg akkor ebből egy filmet csinálni, ami válasz lehet ezekre a bizonyos dolgokra. No, anélkül, hogy a film bemutató előtt elmesélnénk a filmet, akkor beszéljünk erről, hogy jött a cím. Hát a cím szerintem az annyira adott volt, ugyanis amikor elkezdtük, még a tervezetet kidolgoztuk, hát akkor rá 2 vagy 3 héttel ezelőtt a Gyula elment. Tehát itt hagyta ezt a munkát, ezt a földi létet, és itt hagyta a szeretett városát. Ennél nehezebb a világon nincs. Ha valaki tervez egy valakivel, aki végigkíséri azt az alkotói folyamatot, ami nehézkes, de aztán végül is sikerre vezet, és egyik pillanatról a másikra nincs köztünk. Hogy tudtad ezt feldolgozni? Ezt nem tudtam feldolgozni. Én azt gondolom, hogy ha kész lesz ez a film, akkor tudom feldolgozni egyáltalán az én életem vagy Gyulának a hiányát. És tehát ez egy Siklósi Gyula mementó egyben? Úgy mementó, hogy tehát nem a Gyuláról szól, hanem a városról, de ezáltal a Gyuláról is szól nyilván, mert ezáltal tehát a városnak a történelme megvédi a Gyulának az állításait. Ennyit tudok erről. Hogy mondani. Nyertél meg hozzá szakembereket? Hiszen itt mielőtt belemennénk, mondom, a részletekbe, azért tisztázzuk, itt számos olyan új és eddig nem ismert tény hangzik majd el,
amely megerősíti azt, amit a Siklósi Gyula eddig is gondolt Székesfehérvár történetéről, korai történetről van szó. Tehát itt akkor már is helyezzük el, hogy ez a film ismét visszamegy az Székesfehérvár alapításába. Igen, abban az idő, a 10.-11. század a fő vonalata ennek a filmnek tulajdonképpen. Hogy nyertem meg? Bicó Piroskával nagyon régóta nagyon jó kapcsolatom van. Őnek elég volt egy telefon, hogy természetesen beszélni fog a magáról a régészetről, és beszélni fog arról, hogy hát meg magáról a Gyulának a munkásságáról. Akkor Bartos György művészettörténész, aki szerepel a filmben, szintén nagyon könnyedén úgymond kötélnek át. Kiemelkedő szerepe van Szabados Györgynek, aki Árpád-koros történész. Ugye a Szent István Király Múzeum munkatársaként. Őt egyébként Kulcsár Mihály ajánlotta, hogy ha erről a korszakról akarok hiteles történészi képet kapni, akkor mindenféleképpen ővel kell fölvennem a kapcsolatot. Ott sem volt semmi probléma. Akkor Szőlősi Csilla régész, aki szintén a Szent István Király Múzeum munkatársa, ő is nagyon szívesen adta hozzá a segítséget. És azt ugye maradt még Reich Szabina, aki a bazilika környékének és a négykerésnek és a környékének az egész több éven keresztül tartó kutatását, megfigyelését és régészeti feltárását végezte. És nagyon sokat segített a Szabina is. Milyen új adalékokat ismerhetünk meg, hiszen tudom, hogy nehéz erről beszélni, és megbeszéltük mi is, hogy nem fogunk titkokat elárulni, mert hogy nagyot üt. Ugye ebben megegyezhetünk ez a film. Megerősít bizonyos dolgokat, igen, mert én azt gondolom, amelyeket eddig kétséggel fogadtunk, vagy igen, egyáltalán nem tudtunk. De ez csupa pozitív dolog, hiszen a titkok nélkül az ember ugye nem él, tud teljes életet élni, tehát titkokra szükség van. Viszont amikor kétségek merülnek fel, akkor jó, ha szakavatott emberek, tehát régészek, múzeológusok, művészettörténészek mondják ki, amit ki kell mondaniuk. Így van, ezek ők mondják ki, nem én mondom ki, ők mondják ki, olyan dolgokat mondanak ki, ami hát én szerintem bizonyíték erejű a város történelmének bizonyos megkérdőjelezett területét nézve. Egyrészt, másrészt pedig olyan, például a Szabados György számomra is olyan megvilágításba helyezi a város történelmének a kezdetét, ami nem olyan nagy szó, hogy én még nem hallottam soha, de azt gondolom, hogy sokan tehát nem új hallottak. Lesz. Mennyi ideig tartott ez a forgatás? Hosszú ideig tartott. Mert azt tudom, hogy a film már a vágószobában van. Így van, így van, így van, gyakorlatilag már gőzerővel történik. Még lesz egy forgatásunk, mert föl kell mennünk a Budapesti Történeti Intézet, a Régészeti Intézetbe, mert a Gyulának a szellemi öröksége oda került, és van a Gyulának egy olyan térképe, ami tehát olyan műszaki rajzot kell elképzelni, ami a város történeti térképére rávetíti az ő általa végzett feltárásoknak is a rajzát, teljesen méretarányosan, tehát ezt egy műszaki rajzoló és egy kartográfus készítette a Gyula instrukciói alapján, de nem csak a Gyula ásatásait, hanem például rárakja Kralovánszki Alánét, és még akik még voltak, akiket a Gyula fontosnak tartott, tehát gyakorlatilag a városnak egy ilyen régészeti összefogó térképe. Tehát a teljesség igényel. Igen. Az, ami nincsen rajta, az nyilván, amikor ez a térkép ez elkészül, az utána levő ásatások nincsenek rajta. Ez 90,
Nyolcban van az egyik, mert több térkép is van, fölvettem a kapcsolatot az intézet, és az adattárban azt mondták, hogy több ilyen műszaki rajz is van különböző korokból, és nyilván az, ami egy nagyon fontos feltárás, ami most a Rejk Szabina végzett a püspöki templomnak a előtt, és a templom és a városháza fölött, hát az már nyilván nincsen rajta. Természetes, hiszen az most volt, nemrég fejezte be. Hol tart a vágás? Hát én azt hiszem, hogy nagyon jól haladunk, és hogyha valami nem történik, tehát valami olyan adat elő nem kerül, ami felborítja ezt az egész elképzelést, akkor szerintem most a jövő hét utáni hét közepére befejezzük. No, tehát akkor, kedves nézőink, február 16-a a tervezett filmbemutató időpontja. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ott leszünk, és természetesen beszámolunk, nagyon érdekes lesz. Tehát Fehéredő múlt, az utolsó szó jogán. Viszont még van néhány percünk, akkor beszéljünk egy kicsit a Csak még egyszer előre következő részéről. Erről már számtalan szó esik, de amikor tudjuk, hogy az Uram maradj velem, ugye az 49-ig volt, és a következő részben kiemelt figyelmet kapott a 17-es huszárok, és akkor Sipos Gyula a harmadik részben az áttörő fényben, akkor ugye ez egyenes út volt a Csak még egyszer előre. Ugye egy kicsit kiegészítve, és csak a 17-es huszárok, illetve az első világháború történései. No de ezt is folytatni kell. Hogy állsz ezzel? Hát úgy hogy a forgatókönyv az gyakorlatilag teljesen készen van. Az nagyszerű. És ez alapján keressük a helyszíneket, és hát keressük azt a megoldást, ugye, hogy hogyan lehetne a Matus György színművészt pótolni. Hát tűzkösen kell átvenni a szerepet. Egyszer már volt egy próbálkozás, egy sminkelés, de azt állapítottuk meg, hogy lehetséges, hogy a Tüszkös Sándorból egy idős, haldokló embert alakítsunk ki, csak hogy most abba egyeztünk meg. Ez egy kardinális probléma, mert ugye a filmnek az első jelenete és az utolsó jelenete is. Tehát azért ez egy nagyon fontos, hogy ez hogy készül el. Abba állapodtunk meg, mind a Tüszkös Sándorral, mind pedig Bömsödi Orsolya maszkmesterrel, hogy egy világító próba mellett fogja megcsinálni a sminket. Tehát az már ott a fényeket is be kell hozzálőni. Mert egy sminkszobában teljesen más fények vannak, és itt azért a fényekkel is lehet tompítani mondjuk valakinek a korát, tehát rá lehet dolgozni a fényekkel magára a maszknak az elkészülését. Jó, tehát akkor rövidesen elkezdődik a forgatás. Én bízom benne, hogy rövidesen elkezdődik. Ezt is várjuk. Forgatás. Most egyelőre az maradjunk a Fehéredő múlt negyedik részénél, tehát várom, és azt hiszem, hogy a nézők is várják, hiszen ez egy fontos adalék Székesfehérvár történetéhez. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. És hajrá! Köszönöm szépen. Lesz dolgotok még bőven. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Búrján Zsigmond volt a vendégem, hiszen rövidesen ismét a Fehéredő múlttal foglalkozhatunk. Az utolsó szó jogán elkészül rövidesen az a dokumentumfilm, ami Székesfehérvár kora középkori 11.-10. századi történetét mutatja be. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!